14-est bizony. Ezt hogy gondoltad? Mondd. Anya. Jó reggelt. Jó reggelt, kis család, nagy család. Betegeskedünk. De Oli azt mondja, hogy... Meg fog gyógyulni? Hogy ma még nem gyógyult meg, úgyhogy ma még nézhessen mesét. De holnap, mondtam, hogy nem vagy... Holnap este gyógyulok meg. Komolyan? Nem ma? Nem. Mondtam Alinak, hogy ha nem gyógyul meg, akkor nem mehetünk Gyulára, mamáékhoz. De anya, este gyógyulok meg. Ja. Mielőtt elindulunk Gyulára, meggyógyulsz? Igen. Te ezt nagyon jó kitaláltad. Oda nézzetek. Tud fütyülni. Megtanult fütyülni, addig-addig gyakorolt, és olyan... De tényleg annyira kitartó volt. Tegnap reggel azt mondta Dani, hogy nagyon hideg volt, és látszott a lehet, és ő egész úton fütyült reggel az Ovi-ig. Ovi-ba tudok fütyülni, de megmutatom. Na. Na, mutasd. Csak egy kis... kenőanyag. Igen. Hát, Oli! Hát ez nagyon szép. Te fantasztikus. Fütyművés leszel? Na, amikor készen vagy, fog mosasson? Akkor mehetünk, apa. Mehetünk, Oli. Elmentek ti apával, most Tobiba, mi meg maradunk itthon, lányok, jó? Nagyon hideg van már kint. És te mennél edzésre. Edzésre? Igen. Jó, megtartom az edzésemet. Itt. Itthon edzek? Igen. Igen, ráfér egy kis edzés. Akkor? És edzünk ketten. Annyira cuki vagy. Amikor megjöttem. Edzetek ketten majd? Amikor megjöttem. Jó, drágám, edzünk! Halihó, még egyszer sziasztok! Újra üdvözlök mindenkit a csatornámon. Nem akarok elnézést kérni folyamatosan, de tudom, hogy nagyon kevés tartalom van. Ennek mégpedig az az oka, hogy... Elnéz! Mutogassak? Nézzek ide! Nem, tényleg most úgy adta, hozta az élet, hogy egyszer nincs időm. Nem úgy magamra, de hogy így semmire nagyjából. Próbálok mindenhol valamilyen szinten helytállni. Nem mindig sikerül, de a gyerekek a legfontosabbak és az elsők, úgyhogy ez van, és tényleg sajnálom. De azért igyekszem a lehető legtöbbet kihozni ebből a helyzetből is, és hát egyébként a háttérben, mármint amit ti nem láttok itthon, óriási készülődésben vagyunk, és ugye már december közepe van, mindjárt itt a karácsony, és folytatom. És eddig minden évben volt karácsonyi készülődős videóm, játékajánlós, sütős, nem akartam, hogy elmaradjon. Olyan belső frusztráltságot okozott nekem, hogy most nem mutatom meg, hogy egyébként miket csinálunk. Ez nagyon furcsa érzés, de egyébként már tényleg süti hadakat készítettem, majd mindjárt ezeket meg is mutatom nektek, illetve egy újdonságot is kipróbáltam most idén, amit most veletek még egyszer meg akarok majd csinálni, mert szerintem baromi finom. Megkértem Donit, egy kicsit segítsen ma Elizben, hogy én tudjak videózni. Hát... A hölgyek így lovagolnak. Egyébként jelenleg tipikusan évvégi hangulatban vagyok, teljes szétcsúszás az én részemről, de szerintem azért te is komoly vagy. Jelenleg ilyen, nem is tudom, hogy betegség is van, fáradtság is, összevisszaság, kapkodás, hasatom hol a fejem. Szerintem az utolsó katonák vagyunk a fronton. Olinál ez szó szerint igaz, mert most vittem Oviba, már össze vannak a csoportok vonva, és szerintem hárman vannak a mi csoportunkból, úgyhogy... Gondolkodtunk is, hogy vigyük, ne vigyük, de mi legyen. De még írja, de amúgy benne is valami... Lappang, de közben meg szeretne menni. Jó, meg... a közérzete rendben van. Szerintem reggel. Már csak egy-két napunk van hátra. És lepukkan mindenki. Mi meg ezt kihasználjuk, és hajtjuk ezzel, amíg nincs itthon, addig tudjunk mindent megcsinálni, amit még kell az évre. Meg a karácsonyra. Meg a karácsonyra. Hol a spatulám? Oh. Dani, nem tudod, hogy hol van? Hol? Nem áll. Komolyan itt keresed bent. Én nem keresem itt, hanem találom. Egyik nap hagytam neki, hogy kirámoljon a fiókba, és mindent behozott ide a kis konyhájába.
Nem már. Úgyhogy Merry Christmas. Megvan. Na, közben elkezdtem összekészülni a sütihez. Eddig mi már elkészítettük Olival közösen a szokásos, ott találtuk egyébként az eddig elkészült sütijeimet, a linzert. Ez az én kedvenc gyerekkori sütém, amit az én mamám mindig elkészített minden évben, ez a diós linzer. Ezt már elkészítettem szerintem videóban, de egyébként minden sütinek a receptjét leteszem majd a leírásba. Nekem ez az egyik abszolút kedvenc. Ezt Oli csinálta tényleg? Ez a linzer. Jó. Mindegyiket letesztelem. A tökéletes mézes kalács. Ezt is megeszem. Ez az a fajta mézes kalács, ami ízre isteni finom, és azoknak, szerintem azoknak ízlene, akik szeretik a ropogós verziót, mert hogy ez nagyon sok idő múlva puhul csak be, mi így szeretjük, hogyha ropog. Jó, mondjuk én jó vékonyra is nyújtom. Nyilván minél vékonyabban nyújtod, annál ropogósabb, de mi tényleg ilyen kekszerűen szeretjük, nem amikor ilyen puha. Közben felébredt Elíz, ugye? Ez a gyerek mindig mosolyog. Oli olyan morcosan tud felkelni, meg mi is. Elíz mindig mosolyog. Kiányoztál már te, kis csöpség. És van a csokis pöffeteg. Ez lesz a mai. Ez az idei új. Anyukám csinálta tavaly először ezt a pöffeteget, és zseniálisan finom, úgyhogy most én is megpróbáltam. Nekem ez a decemberi várakozás, ez nagyjából arról szól, hogy a lakást kidíszítem, megpróbálok ünnepi hangulatot varázsolni. Ezt már december elején megtettük, ebben is részt vett már Oli, illetve a másik része lakásdíszítésén túl, hogy a sütiket megsütjük. És nálunk tavaly is, idén is a sláger az a száraz sütemények lesz, én ilyen nem árdani, ilyen krémes, habos-babos sütiket nem szoktam csinálni. Amúgy egyébként én szeretem a gesztenyés sütiket, de a Dani annyira nem szereti őket, hogy úgyhogy mióta együtt tettük a karácsonyokat, csak száraz süteményeket csinálunk. Oh, én csak a száraz sütiket na, szeretem. Ugye mondtam. Vagy még egy dolog eszembe jutott, mákos guba. Azt még sosem csináltam, és szerintem tök jó ötletlen. Dani, egyrészt fáradt vagyok, másrészt nem is vagyok jól. Na, most eltűnt a citálom. Jaj, az is persze, biztos Oliver, nem? Nem már, de tényleg. A piros? Na nem. Megvan. Kezdtem aggódni. Szóval, mindent keverőtálba kell kimérni. Egyébként fontos ezen, ebben a sütiben, hogy tényleg mindent jó sorrendben csináljatok, és úgy, hogy a recept írja. Szerintem ez a titka a pöfeteg állagának. Úgyhogy a lisztet kell kimérni először, és ezt citálba kell beletenni. Miért nincs nagyobb citám? Léci, valaki? Most nem értem. Most van nullá. Miért? Miért? Ezt tudta, hogy nem fog most semmi sikerülni. Az utolsókat rúgom, úgy érzem. És most szerintem ez a videóból is látszik majd, hogy nem, nincs jó kedvem. Elfáradtam. Jó, kezdjük előről. Lehet ki is kapcsolom, azt játszunk inkább Elivel. Vagy nézzünk egy kis sorozatot, a Wednesday-t szeretném nézni fekve az ágyból. Na, hát akkor... Össze. Képzeljétek el, hogy két napja kezdett el így beszélni, és ugyanazt mondja, mint Oli, hogy hát te. Eriki meg már elkezdett ülni, úgyhogy végre egy kicsit most itt lehet velem az etetőszékbe, és nagyon szeret itt lenni. Ugye, Cuki? Igen! Nekem ez volt a legnehezebb része, hogy leszedni ezt a csokit és behűteni, mert hogy nekem valami ragacsos lett az előző, remélem, hogy ez most jobb lesz. Folpakra rá kell tenni az egészet, így rákanalozni. Jó van, na. Jó, mindjárt megyek Elike. Úristen! Ezt rá kell helyezni, és aztán betenni a mély hűtőbe, de előtt téglalapot kell majd formáznunk, mindjárt mutatom, hogy hogyan. Na, sikerült rátennem a folpakra, és akkor így ezzel kell együtt megformázni. Nem már, Dani. De ahogy Dani, te mindig ilyen megmagyarázhatatlan dolgokat szoktál csinálni. Vagy felemelsz, vagy átugrasz, engedj már, úristen. Jó, az így. Ez no. Nagyon furcsán mutathat most, szerintem amúgy. Hát egy ilyen Elíznek tetszik. Úgy kell megformázni a téglalapot, hogy 4x8 ilyen picik kis kockát tudjatok majd a végén törni, azok lesznek a golyók, mert 32 golyónk lesz. Akkor mehet a mély hűtőbe, egy 45 percre nagyjából, megkeményedjen a tésztánk, és jobban formázható legyen. Hűl a tésztánk, addig csináljunk valami hasznosat. Gyere, mutassuk meg, hogy Olit hogy készítjük a karácsonyra. Segíts, jó? Mondom, én csak mutasd.
lesz az is. Na gyertek! Nos hát, az egész december ugye a várakozásról szól, és az első olyan dolog, amivel már a karácsonyra készültünk, hogy az óvodában közösen díszeket készítettem Olival. Ez egy fantasztikus élmény volt számomra, ezt nézzétek. Szarvast készítettünk közösen, de tényleg Oli is nagyon sokat segített, illetve a szokásos kis narancsot, mint ahogy gyerekkoromban én is ezt készítettem. Hát ugye december 1-én indult el igazából az a várakozás, és adventi naptárt kapott Oliver életében először, ez volt az első. Dani elvileg már erről videózott, nem baj, azért én is hadd beszéljek róla, hogy december 1-én ugye megkapta ezt az adventi naptárt, amiben 24 fa kis állatka van, és minden reggel egy ablaknyitással egy újabb kis állat, és mindegyikhez tartozik egy-egy apró kis mese. Ezt szoktam neki elmondani, illetve ehhez megkapott egy könyvet, ez a wow! Idei újdonság, az egyik újdonság, maga a kisegér, aki elhozta a karácsony, szintén egy adventi kis könyv, és minden napra van hozzá egy mese, egy rövid mese, és egy feladat. És ezeket is így megcsinálgatjuk Olivérrel, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis könyv. 3 éveseknek való, egy kicsit nehéz a szövege, úgyhogy azt mondom, inkább 3-4. Ezen kívül még nyilván megjöttek a kedvenc sorozatainknak is a karácsonyi kiadásai, ami például a Pippi és Pollinak. Nincs itt. Mert itt vannak a karácsonyi könyvek. Ja, hogy itt vannak a karácsonyi könyvek. Itt vannak a téli könyvek. Aha. Van egy, ez a kisvakond, ezt imádja Oli. Mióta voltunk Balatonszemesen ezen a báb előadáson, az volt a kisvakond fanatikus, és ennek is van egy ennek... karácsonyi kiadás, ez rímes mese. Ennek a kedvencünk Pippi és Polli, a karácsonyfa, még Pitypang és Lili hókutya. A Pippi és Polli hurrá havazik. A dinnadaloknak a téli kiadása, az nagyon aranyos, ugye ezek mondókák, és van hozzá hanganyag is. Nagyobb élvény, hogy Oli úgy kell minden reggel, hogy ablakot nyitunk, és alig várja, hogy újabb és újabb állatokat találhasson meg. Egyébként erről csináltam is egy TikTok videót, nézzétek! Gyere, nézzük meg, melyik a hármas. Apa, kártyát nyitunk ki. Bizony. Így nyithatod. Ne félj! Apa, jöjjj! Van egy mesénk is, elolvassuk? Aha. Hát ezt a videót még ugye december elején vettem fel, ahogy láthattátok is, hogy a harmadik ablakot nyitottam még ki csak Oliver, és rá pár hétre rákerült csak ki TikTokra. Hát igen, ott is lassú vagyok. Azért igyekszem már ott is megjelenni, mármint TikTokon, úgyhogy ott is kövessetek be, hogyha esetleg még nem követtek. Milyen érdekes, hogy változnak a trendek, és hogy konkrétan TikTokra már csak igazából telefonnal lehet videót, tartalmat gyártani. De hál' Isten ez igazából jó hír nekünk, mert ugye Daninak is, nekem is Samsung Galaxy S22 Ultránk van, és Samsung ezen a téren eléggé az élen jár, mármint ugye a videózás terén. Nagyon jó minőségű videókat lehet vele készíteni, meg lehet oldani ezt telefonon is, mármint nyilván a gyártást is, és utána az utómunkát is. Nemrég kezdtem el használni egy vágóprogramot, ezt a CapCutot, amiben nagyon egyszerűen meg lehet vágni minden videót. Igazából szerintem annak is, aki mondjuk először megnyitja ezt az alkalmazást, az is egy tök jó videót tud rögtön rajta vágni, mert minden nagyon egyértelmű és egyszerű, mégis kreatív és jó videókat lehet rajta készíteni. Hál' Isten a Samsungnak olyan lehetőségei vannak, hogy előszeretettel meg lehet színesíteni a videókat mondjuk egy Hyperlapse-el, mint ahogy most is ezt látjátok éppen. Illetve, hogyha nem Hyperlapse, akkor nagyon szeretjük a lassításokat is használni, mert sokkal érdekesebb lesz tőle, meg jobb hangulatú egy videó, úgyhogy ezeket így nagyon szeretjük. A programban konkrétan mindent meg lehet oldani. Tehát, hogy a hangot külön rátenni, az átmeneteket variálni, effekteket lehet rátenni, gyorsítani, lassítani, színezni a képeket. Igazából már csak több időmnek kellene, hogy legyen, hogy nagyon jó kis kreatív videókat gyártsak. És akkor egy tök jó csatornám lehetne akár TikTokon is, de egyedül erre tényleg nincsen időm. Közben az egész család már itthon van. A nap része annyi mindennel telt el, hogy besötétedett. Úgyhogy visszatérnék a sütéshez. Na lássuk! De jó, na ez most sokkal keményebb lett ez a tészta. Sokkal tovább is hagytam ment a mélyhűtőbe. Rami fürdeti Elise, még 2 perc van hátra is. Hát ezek gyönyörűek, mint mindig. Ez a kedvenc karácsonyi sütim.
és nem is köszönök tőletek, remélem, hogy tetszett ez a videó. Mi szépen lassan itt elcsendesülünk az egész ház, remélem mindenki lefekszik, mert nagyon fáradt vagyok. És köszönöm, hogy velem tartottatok. Boldog karácsony mindenkinek, addig már biztosan nem találkozunk. Sziasztok!